Reggel Vietnám, üdv a csatornán, Keeper jelentkezik a következő csodálatos Farming Simulator 22 100 év a mezőgazdaságban videóval. Hát képzeljétek el, úgy elfáradtam, lomtalanításban most így a falunkba. Nem tudom, hogy így tubáljátok-e, hogy mi az. 3 órán keresztül hordtam ki a lomokat a garázsból, meg a fészerből, meg mindenhonnan. Ez szörnyű volt. De nagyon durva az, hogy ilyen, azt hadd meséljem el, hogy konkrétan így meg kell küzdeni a mágnes szeműekkel, a tesókkal, mert így jött először egy, és az tök normális volt, azt mondta, hogyha esetleg lesz fém, akkor így rakjam össze neki, és azt így összeraktam benn az udvarban, ugye kertben, tehát azt nem raktam ki. De ahány mágnes szemű jött, srácok, rendesen küzdenem kellett azért a kupac fémért, mert megállás nélkül azt akarták, hogy jaj, hadd vigyem el, meg adok érte pénzt, ugye természetesen ilyen minimál pénzt akarna adni érte, de rendesen harcolnom kellett azért a pár darab vasért. A legdurvább az volt, hogy jött egy csávó, azt mondta, hogy az ő neki nagyon tetszik az a kupacfém, és így mondtam neki, hát bocs, de elígértem, hát pedig adok érte pénzt, mondom, bocs, de elígértem, azt meglátott, kiraktam egy ilyen robbanómotoros láncfűrészt, és így meglátta a tetején, léci, legalább azt a robbanómotoros láncfűrészt hadd vigyem el, és mondta a típusát, gyerekek, ezek úgy fel vannak készülve, hogy ez őrület. Ja, de térjünk vissza így a mezőgazdaságra, meg igazából a Farming Simulator 22 sorozatunkra. Hát mi történt? 1922-ben, ugye mondtam, hogy ilyen edukációs rész is lesz, megalakult a Szovjetunió, ami rettenetesen nagy hatással volt, így a globális politikára és mindenre, mivel ugye elindult a fegyverkezési verseny, ugye 1945 után, második világháború után, még inkább, mikor már ugye az atomkorszakba léptünk, és még a mai napig tart ennek a hatása, mivel ugye azok az atomfegyverek, azok ott vannak még mindig Oroszországban, ott vannak még mindig a környező, esetleg környező tagállamokba, mármint úgy értem, hogy a régi Szovjetunió államjaiba, úgyhogy, meg aki tudja, hogy még hova nem kerültek el, úgyhogy igen, még mindig hatással vagyunk, vagy hatással van ránk, viszont nem is gondoltam volna, nem voltam vele tisztában, hogy 1922-ben már megalakult a Szovjetunió, nem tudom ti, hogy vagytok benne, én úgy gondoltam, hogy később, de ezek szerint utána néztem, 1922-ben Szovjetunió alakulása. De viszont szerintem a mezőgazdaságra kellene inkább koncentrálni, mivel hát ez egy Farming Simulator 22-es sorozat, és mi történt 1922-ben és így a következő években, hát annyi, hogy észbe kapott az többi gyártó, és ugye a Fordson márka név alatt elkezdte gyártani ezeket a belső égési robbanó motoros traktorjait, amit ugye itt például ugye itt használunk. Viszont voltak ugye néhány gyártó még, akik mezőgazdasági gépeket és traktorokat is gyártottak, de leginkább ugye gőz meghajtásúakat, és így észbe kaptak, hogy hoppá, de ez az út valószínűleg a helyes, és emiatt ők is elkezdték ezeket a belső égési motorral ellátott kompakt traktorokat olcsón, idézőjelesen olcsón gyártani, és ontani magukból, és lehet, hogy azt hiszitek, hogy ezek a traktorok, például ez a Fordson traktor, ez ilyen limitált, kicsi példányszámba gyártott eszköz, de nem, ezekből több százezer darabot gyártottak, még mindig az ilyen aukciós oldalakon össze-vissza árulják, meg felelik őket, meg még mindig úgymond idézőjelesen használják különböző ilyen mezőgazdasági kiállításokon, meg így felújítják őket, restaurálják őket, még mindig találnak belőlük ilyen pajtaletet, úgyhogy nagyon sokat gyártottak belőle, és igen, elkezdtük a többi gyártó is gyártani ilyen kompakt traktorokat, többek között az International Harvester, ami az IH, gondolom mindenki tudja, hogy miről beszélek, volt. Ezen kívül ugye Magyarországon is elindult a Hoffer traktor gyártása, ugye az osztrák-magyar monarchiába konkrétan alakult ki, ez 4 darab ilyen tulajdonos és 4 darab cégcsoportból alakult ki ez a Hoffer gyár, aminek nem ez a neve, hanem egy rövidítés volt, a 4 darab tulajdonos vagy 4 darab cégcsoport, ahogy egyesült, ugye ez volt a neve. A Hoffer az igazából az egyik tulajdonos volt, és így híresült el a Hoffer traktor, de sajnos
A Farming Simulator 22-ben off-fair traktor modot nem készített senki, és ezt nagyon-nagyon bánom, nem ilyet nem tudok ide hozni nektek, viszont hoztam nektek néhány modot, mindjárt meg is mutatom, gyorsan végigfutunk rajtuk. Egyébként látjátok, hogy igen, itt volt ugye például a Kész is ugye gyártotta a gőzmeghajtású traktorjaikat, viszont ők is ott gondolták később, vagyis inkább az International Harvester, hogy az az út, hogy olcsó, belső égésű motorral ellátott traktort fognak gyártani, ugyanúgy, mint a Fordson, ugye a Ford cég gyakorlatilag ugye a Fordson márkanév alatt. Ugye itt van például az egyik 1922-23-ból, ami nem más, mint ugyanúgy International Harvester McCormick Farm Owl nevezetű traktorja, ami szerintem iszonyatosan jól néz ki, retteletesen jó ez a modell is, meg tök jó, egyébként utána néztem videókat is még erről a traktorról is, hogy hogy működik. Ami engem meglep ezekben a traktorokban, hogy gyakorlatilag tök úgy néznek ki alapvetően, mint a mostani traktorok, mert igazából az ilyen fő funkciók, meg az ilyen fő felépítési elemek, azok konkrétan ugyanúgy vannak, mint ahogy 100 évvel ezelőtt, ugye, például ennél a traktornál. Hátsó kerék hátul, vagy a hátsó kerék, nagy kerék ugye hátul meghajtott, kisebb első kerék, ugyanaz az elrendezés, ugyanaz a kabin elrendezés. Jó, tudom, hogy vannak a törzscsuklósok, meg különböző más elrendezési traktorok, de ugye az alapvető default traktor elrendezés az még mindig ugyanez. Egyébként mindig így csodálkoztam rajta, hogy miért van ez, hogy így középen van az első kerék, és amikor kipróbáltam ezt a modot, mert kipróbálom a modokat azért természetesen mielőtt elkezdek velük játszani, hogy ne az legyen, hogy így nem működnek, vagy bugosak, vagy akármi, és rájöttem, és hogyha ezt meg fogjuk venni, ezt a traktort, mert egyébként célom, hogy ezt megvegyük, bár igaz 7 km/h a sebessége, és 20 lóerő, szóval nagyon előrelépés, nem fogunk a Fordsonnal szembe eszközölni, viszont szerintem ki kell próbálni, gyönyörű, meg igazából hozzá tartozik a Farming Simulator, meg a mezőgazdaság történelemhez, és tudom, hogy ez például ugye Magyarországon, meg ugye kishazánk, ez nem volt elérhető, viszont egy az, hogy nagyon kevés olyan traktor van, amit, meg eszköz, amit így fel tudok használni ez a sorozat, hogy így az elején, ugye ez 1922-es években konkrétan nem annyira nagy volt a választék, hogy én most így válogathassak. Főleg ugye 1922-ben, és a Farming Simulator 22-ben meg rettenetesen kevés mód készült, mert igazából a Farming Simulator 22-ben nem úgy akarnak játszani az emberek általában, mint ahogy most csináljuk ezt a sorozatot, hanem ugye modern gépekkel. Jó, nézzük másik gépet is. Egyébként nagyon érdekes, hogy az International Harvesternek ugye a Farm Owl traktorja folyamatosan fejlődött tovább, és van itt belőle egy másik verzió, amit látjátok már 26 lóerő, és 25 km/h sebességgel megy, és ha megfigyelitek, konkrétan fejlődött, de látszik rajt, hogy szinte ugyanaz a felépítése még mindig, csak látszik rajt, hogy folyamatos fejlődés alatt áll, gyakorlatilag olyan, mint egy evolúció, csak így a gépeknek a szintjén. Egy dolgot még elfelejtettem megmutatni ezzel a kapcsolatban, ugye az 1922-es verzióval kapcsolatban, hogy az nagyon érdekes, hogy a kormányt azt még nem nagyon tudták megoldani, hogy tehát igazából a kormányrudat nem találták még ki, hogy tudnák normálisan jelvinni a motoron keresztül, meg a motor mellett, vagy a motor fölött, emiatt így próbálkoztak különböző megoldásokkal, és ebbe így látni, hogy a kormány rudazat az merőlegesen van a sofőrre, és ez biztos rettenetesen kellemetlen volt használni így. Ugye ez amiatt volt, mert itt volt a motor, és nem sok mindent tudtak csinálni, hogy ezt megkerüljék, itt ugye úgy oldották meg, hogy fölötte elment, itt egy ilyen áttétel segítségével ugye hajtotta ezt a részt, és konkrétan itt volt egy rudazat, vagy egy henger, és a körül forgott az első kerék. Roppant érdekes megoldás. Ugye nem tudtak mit csinálni azzal, hogy itt a motoron keresztül kellett volna elvinni ezt a
kormányoszlopot. Ugye néhány típusnál úgy oldották meg, hogy mellette vitték el, akkor ugye elkerült egyik oldalra a kormány. Ugye néhány típusnál, amit még most is használnak, vagy nem, lehet, hogy most már nem használnak, viszont ugye a nagyon sokáig használtak, az pedig meg is fogom mutatni egy konkrét típusnál, srácok. Egy szintén International Harvester McCormick Deere Ing nevezetű traktornál, ahol ezt a idézőjeles, hagyományos elrendezést választották, hogy levitték a kormány oszlopot ide, és egy áttétel segítségével, ez nagyon ismerős lehet, mert nagyon sokáig használták ezt a megoldást, ugye így oldották meg, és kormány összekötővel volt a két kerék összekötve, és az egyiket, ahogy előre-hátra tolta ez az utazat, ugye úgy fordult, jobbra vagy balra, és a másik kereket is így a kormány összekötővel mozgatta ez az egész szerkezet. Ez nagyon sokáig használt, nem tudom, az alapjai fel vannak használva akár az MTZ-nél, vagy nagyon sok típusnál később, ugye. És az az érdekes, hogy ezt rettenetesen hamar, ezt így feltalálták, kitalálták. Ugye Európában is elkezdődött ez az irány, hogy ilyen belső égési motorokkal felszerelt traktorokat gyártanak, ugye a Lance cég, ugye a Lance Bulldog sorozata egyik első típusa ez, rettenetesen hatalmas lentkerék, amire ugye leginkább azért volt rá szükség, mivel ez egy egyhengeres traktor, és emiatt, hogy a normális folyamatos járást ugye meg tudják oldani, egy hatalmas lentkereket kellett felszerelni ugye a traktorra, ami ugye tényleg egy egyenletes járást tudott akkor is előidézni, hogyha egy darab dugattyú egy darab hengerbe mozgott. Ez is egy gyönyörű traktor, meg egy nagyon ikonikus traktor, ugye a Lance Bulldog. Ez egy, hát szerintem, ahogy látom, ez egy ilyen külső ízítású indító szerkezettel volt megmondva, vagy pedig ez a sörétes megoldása, nem tudom pontosan. Ezt most vettem észre, és nem néztem utána, bocsánat. Egyébként, amit mai részben fogunk használni, az nem más még, mint ez a krumpli pörgető, ami nem biztos, hogy teljesen autentikus 1922-ben, viszont sajnos kompromisszumokat kell kötnöm, mivel nagyon kevés az ilyen korai mod a játékhoz. Igazából nem tudom máshogy megoldani, hogy kiszedjem a krumplit. Sajnos még a kézikapa mod sincs Farming Simulator 22-ben, egy darab linket találtam hozzá, az sem működött, ugye Farming Simulator 19-ben használtuk mi ezt a modot. Hát sajnos ez így van. Na, srácok, amit kellene csinálni nagyon gyorsan, rengeteget dumálok, bocs, tegnap egyébként megpróbáltam felvenni én ezt a részt, azért csúszik egy napot, mivel nem tudtam felvenni egyszerűen. Komolyan mondom, csinálok egy montást abból, hogy próbáltam én elindítani ezt a részt, de egyszerűen nem ment a beköszönés, megittam vagy 3 kávét, ezt mindig azt hiszem, hogy akkor biztos jobb lesz, mert akkor jobban pörgök, és akkor így érdekesebb lesz a videó. Hát nem. Most egyébként tök jó, mert elfáradtam, 3 órán keresztül pakoltam így a lomtalanítás miatt így kifele így az udvarból, aztán, vagy az udvar, garázsból, meg mindenhonnan, az udvarba, meg ugye utána ki az utcára, így most elfáradtam, most tök jó. Úgyhogy egy kicsit így visszafogottabb az egész. Kevesebbet beszélek. Azért az kemény, hogy így el kell fáradnom 3 óra ilyen. Letolok 8 óra munkát ugye a CNC-n, utána pakolok 3 órán keresztül, és akkor így beállok egy olyan szintre, hogy vállalható vagyok, és el tudok indítani egy videót, és nem az van, hogy folyamatosan röhögök, meg ökörködök. De komolyan abból csinálok egy montást, hogy tegnap 30-szor indítottam el ezt a videót, és nem tudtam elindítani, mert folyamatosan úgy pörögtem, hogy végigrögtem az egészet. De ebből komolyan csinálok egy videót, úgyhogy azt majd nézzétek meg, ha van kedvetek, hogy milyen szenvedés néha, hogy viszonylag kipihentem állok neki videózni. Na, itt a krumpli földünk, már le van vágva róla a szár, igen. Ja, és ezt akartam mondani, basszus, rengeteget beszélek, bocsánat. Akartam mondani, hogy belepörgetek az időbe. Látjátok, augusztus van. Szerintem annak semmi értelme, hogy játék gameplayen belül pörgetem az időt, mert úgyis mindenki arra kíváncsi, hogy mit csinálunk, milyen új gépek vannak, mit beszélünk az új évszámmal kapcsolatban.
onna, arra nek semmi értelme, hogy így nézzük, hogy a krumpli nő. Úgyhogy mindig az aktuális időpontra én bepörgetek, és akkor onnan folytatjuk. Szerintem ennek inkább van értelme, mint hogy tényleg gameplayen kívül, vagy a gameplayben itt pörgetjük az időt, azt nézzük, hogy hogy megy a nap az égen, értitek. Szerintem ez sokkal érdekesebb. Egyébként írtátok, hogy miért nem csinálom azt, hogy egy nap egy évszak, de egyébként úgy van megcsinálva. De hát most, érted? Szerintem ez így sokkal jobban megvan oldva. Na srácok, el kéne menni, basszus gyerekek. A krumpli pörgető az mennyibe kerül, mert az kéne, el kéne menni. Hát egyébként a pótkocsiért is el kéne menni. Úgyhogy mindenképp el kéne menni, a krumpli pörgető az mennyibe kerül. Annyit össze kell, 7-5 felet össze kell kapnunk, viszont el kell menni a krumpli, a pótkocsiért, mert az is ott van, mert arra szeretnénk ugye felszórni a cuccot. Jó, induljunk. Induljuk a Forconnal ugye, és kellene ma egyébként venni egy traktort. Egy dolog még, hogy én nézni fogom, hogy a sajtok hol vannak. Figyeljetek, az hozzátartozik a maphoz, ti is itt tök benne voltatok, mindenki így rábólintott, hogy sajtot látsz, nyugodtan vedd fel, amúgy is elég nehéz, nyögvegyelős így az elején, és akkor tök jó, hogy tudunk venni új gépet, nem az van, hogy mindig várni kell arra, hogy na most akkor három részig nem lesz új gép. Szerintem az tök jó, hogyha bejön egy új gép, akkor legalább, vagy bejött most ugye három új gép, akkor legalább egyet azért tudjunk menni, úgyhogy sajtfigyelés lesz ezerrel. Valószínűleg ilyen nagyon érdekes helyeken vannak, emiatt ugye sasolni fogom, komolyan mondom. Ugye itt van egy nagy sajt fönt azon a valaminon, azt meg kéne nézni, hogy azt nem lehet felvenni, meg el akarok jönni ide a csónakhoz, mert itt gyanús nekem, hogy hogy a csónakban nincs is sajtocska, bajtocska. Ezt, én nem lehetett volna fogadni, hogy a sajt, hogy van a csónakba. Jó, várjál már, sajtocska! Jó. Meg is van ezzel. És ezeket a sajtokat én nem én raktam le, esküszöm, ez a maphoz tartozik. Vagy nem tudom, ez igen, valószínűleg, hogy a maphoz tartozik, szóval bocs. De ez így van. Igen. Megnézzük azt a nagy sajtot, hogy az gyanús nekem, hogy az a nagy sajt az mi ott van. Hogy lehet, hogy azt is fel lehet venni, mert én hülye voltam, csak ugráltam, mint a hülye gyerek. És ugye erre kell felvenni a sajtokat, az ilyen gyűjtető tárgyakat, azokat erre veszed fel, szóval hiába ugráltam ott. Megpróbáljuk, szerintem az lehet, hogy úgy csinálta meg a készítő, hogy van ott egy böszmelen sajtocska. Várjuk, hogy ide félre adom. Hoppá, várja. 2000. És ez nem. Nem, ez valami poén szerintem, nem tudom miért. Ezt gondolom a maphoz valami utalás, ezt nem lehet felvenni. Úgyhogy figyeljétek, hogyha véletlen láttok sajtot, akkor azt nyugodtan szóljatok. Na induljunk meg egy kicsit jobban. Bocs, hogy egyébként sokat beszélek az elején, meg ilyen edukatívabb a dolog. Higgyétek el, hogy pörögni fog a gazdaság, meg tényleg dolgozunk is. Viszont szeretném egy kicsit így adni egy keretet ennek az egésznek, hogy ne csak egy olyan farming legyen, hogy ja, beülünk a gépbe, azt dolgozunk, mint az őrültek, értitek? De várja, várja, állítsuk, meg tudnék venni egy izét, itt van még a bicikli bazza. Meg tudnék venni egy traktort, nem? Várjátok, ki kéne akkor akkumulálni, hogy melyik traktort. Izét azt mindenképp kéne krumpli pörgetőt, úgyhogy az tuti, hogy kell. Egyébként ha nem lett volna meg a sajt, akkor annyi, hogy vittük volna a fát, azért is kellett eljönni a pótkocsiért. Jó, hát egy ilyen krumpli pörgetőt azt elviszünk, milyen legyen? Egyébként ezt a piros szint, ezt bírom, de az legyen inkább ilyen fosbarna, ilyen rozsdás. Ja, és tényleg bocs, hogy ez nem autentikus, én nem tudom pontosan mikor készült, de egyszerűen nem tudnám máshogy kiszedni a krumplit, mert nincs hozzá mod. Mennyi pénzünk maradt, srácok? Mennyi pénzünk maradt? 1300, abból azt hiszem, hogy kettő traktort is tudnánk venni, úgy értem, hogy két fajtát. Megnézzük, hogy melyiket. A csettögöt még nem vesszük, a csettögöt is fogjuk használni, mert az is tök autentikus, de még egyelőre nincs miből összeraknunk csettögöt, mert az tök ilyen, szerintem a csettögő készítés az ilyen 50-es évek után kezdődött el, nem nagyon szoktak, na várjál azt a megkor. Aha, ezt is meg tudnánk venni. Ez 30 lóerő és 6 km per óra, jó lassan megy, de viszont ez baromi jól néz ki ez a mód. Úgyhogy én ezt lehet, hogy ezt megveszem. Meg egyébként jó olcsó is. Wow. Ó, hát ez így csodálatos. Kerékbájt, ez tervezés, jó. Tervezés az mi?
Ja, hogy lehet rajta sárvédő. Hát ne legyen rajta sárvédő. Plusz 700 az a sárvédő, annyiba kerülne az egész gép, gyerekek. Nem lesz rajta sárvédő. Na nézzük. Ó, ez egyébként nagyobb szerintem, mint az. Ugye? Ez nagyobb. Nem tudom, a másik is ilyen 20 lóerő körül volt, ez nagyobb, gyerekek. Ó, ez jól néz ki, srácok. Fú, most azon gondolkozok, hogy melyikkel kéne krumplit pörgetni, meg melyikkel kéne pótkocsit. Most már azért kettő dolgot tudok csinálni, viszont egy dolgot megcsinálok, és ez bocsánat, gyerekek. Ezt a szuper erőt be kell kapcsolnom, és eddig nem volt bekapcsolva, mert a biciklit azt lecsórjuk innen. Ugye ilyen alap, az a baj a szuper erő nélkül, hogyha nem kapcsolod be, akkor ilyen alap dolgokat se tudsz megemelni. Azért egy biciklit valószínűleg le tudnál venni egy egy pótkocsinak a platójáról, de hát ezt nem tudod levenni, és ez szerintem nem jó. Olyanokra természetesen nem fogom használni, hogy traktorokat rakok odébb, de... Na nézzük, hogy ez hogy van. International Harvester. Milyen gyönyörű hangja van. Ajaj, és ez ilyen... Ez ilyen marha sokáig indul fajta. Jöjjöjj. Egyébként ez is tök autentikus, hogy ilyen sokáig indul egy traktor, ugye ezeket az elindítása, ezeknek nem úgy működött, hogy így beültél, aztán nyomtál egy sluszkulcsot, hanem itt látni például, hogy ugye ezt be kellett kurblizni, és ezeket inkább nem szokták leállítani, így elkegyektek vele, mint hogy az legyen, hogy így folyamatosan indítani kell. De minden, nézzünk egy belső nézetet, fú, ez arat, jó néz ki. Nem tudom, nem-e hangos? Talán nem, de viszont baromi jó hangja van, ilyen rettenetesen mély. Na srácok, és egyébként ezt mondtam, hogy szerintem rájöttem arra, hogy miért használták ezt a középső első kerék elrendezést, mert ha megfigyelitek, baromi jó a látóker, nincs semmi, ami kitakarja, és tök jó, gyakorlatilag ennyi a holtered, nincs az, hogy ott a kerekek ott vannak, hanem itt tök jó el tudsz vele navigálni. Bár írjátok meg, hogyha ez máshogy van. Figyeljetek, ezzel kéne krumplit pörgetni, szerintem ez tök jó lenne. A másikkal meg esetleg a... Másikkal esetleg a pótkocsit huzingálni. Hát ez csodálatos, gyerekek. Hát ezzel nem fogjuk elkapkodni nagyon itt a dolgokat. Nyomok egy tempomatot. Szuper, figyeljetek, ezzel elmegyünk haza, legalábbis a krumpli földre. Ja, hát ez jól néz ki, nem? Azért ez jól néz ki. Képzeljétek, mekkora high-tech technika lehetett ez 1922-ben. Tényleg, ebben mi nem tudunk belegondolni. Ez körülbelül olyan szinten volt high-tech technika, hogy az emberek meglátták és azt mondták, hogy Jézus Úristen, mi történik itt? Hát ez olyan, mint egy űrhajó. Mert előtte tényleg állatokkal bontották az eszközöket, meg a különböző szekereket, pótkocsikat. Utána meg jött egy ilyen vaskerekű valami, amelyik így pöfögött, meg durrogott, és így saját maga így tudott közlekedni. Szerintem ez epic érdekes lehetett. Hát igen, ennyi a vége, ennek ennyi az áttételezése sajnos, de szerintem krumplit pörgetni teljesen jó lesz. A másikkal meg jövünk a pótkocsival, és lapáttal fogjuk felszórni a klumpit. Hát tudom, hogy nem lapáttal kellene... Mi mindig úgy csináltuk, hogy bezsákoltuk, aztán úgy hordtuk le a pincébe, ugye, de hát sajnos itt ilyen opció nincs. Szóval tényleg a kompromisszumokat kell kötnem sajnos. Viszont arra gondoltam, hogy állattartást el kellene kezdeni. Kéne vennünk egy területet, minél hamarabb, és oda állatokat telepíteni, főleg a ilyen szabadtartású marhákba gondolkozok, mert azért az eléggé így ment régi időkben. Főleg nálunk is, de kár, hogy egyébként régen az ember nem vett fel minden videóra, mert így visszanézve, amikor emlékszem rá, hogy szoktam busszal járni általános iskolába, és kiszokták hajtani így a marhákat, ilyen sok száz, de ilyen sok száz, nem tudom, 1000 marhát egy hatalmas nagy rétre itt lent, és úgy csinálták, hogy ott volt velük egy ilyen, azt hiszem egy ilyen vontatható kocsival kiúztak egy ilyen, minek nevezték, nem tudom, gulyásnak nevezik, azt hiszem, aki a marhákra vigyáz. Ugye az nem juhász, hanem talán gulyás volt.
Figyeljetek, ezt igazából szerintem ezt nem szabad leállítani, azt kell lecsinálni. Egyébként jó hangos, remélem, hogy nem zavar a hangerő benneteket. Igen, aztán ott kim szokott lenne vele, azt 0-24-ben, és akkor kim voltak így hónapokig. És ugye szabadtartásukban voltak, fű az volt annyi, mint a akármennyi, tényleg pejva. Aztán azzal így megoldották, nem kellett neki élelmet biztosítani. Ja, hát ezeket mind fel kellett volna videóra venni, csak hát nagyon lehetőség nem volt rá. Nagyon érdekes egyébként nemes rádorról, képzeljétek, várjátok, ezt elbaddom. Hogyha akarjátok, ezt belinkelem, meg ezt így meg is mutatom, már megállítom ezt a gépet. Nemes rádorról van egy dokumentumfilm, képzeljétek. Nem tudom, hogy ismeritek-e Müller Péter. Ő a Sziámi zenekarnak így a vezér alakja volt, meg nem tudom, talán még mindig. Meg igazából ő volt az, aki így megvizionálta, hogy kellene csinálni egy olyat, hogy Sziget Fesztivál. Gyakorlatilag ő neki az agyából pattant ki többek között, ez a Sziget Fesztivál dolog. És ő Nemesrádon lakott egy időbe, és ő 90-es években csinált egy dokumentumfilmet Nemesrádonra. Nagyon érdekes. Lehet, én is meg fogom nézni azt, ha gondoljátok, azt, sőt, belinkelem ez alá a videó alá, csak erre felejtsem, és meg tudjátok nézni, hogy hol lakom én, 90-es években. Fú, azt nekem is meg kell nézni, biztos nagyon retro. És emlékszem, hogy traktort is vezett be Müller Péter. Ugye ő ilyen tipikus művész tényleg volt, úgyhogy főleg a 90-es években nagyon nem értették meg az emberek, meg ugye nagyon idegen volt tőlük az, hogy kamerával felveszik őket 90-es években. Tudjátok, még a videókamerák azok a hatalmas nagyok voltak, nem volt az a pici kazettás, hanem ilyen, mind ami, nem tudom, ilyen tévéknél volt használatos, olyannal vették fel. Igen, és csinált róla egy ilyen dokumentumfilmet, Nemes Rádióról. És nem tudom, talán még valami tévébe is lement annó, de egyébként azt hiszem, hogy YouTube-on felelhető, belinkelem belinkelem ide. Basszus. És le kéne szednem valahonnan feltöltsem, most azon gondolkodok. De hát biztos senki nem kíváncsi rá, szóval nem tudom. Na srácok, menjünk egyébként, ez olyan tetű az a gép. Ahhoz képest, hogy oké, hogy ez tud menni tizen akármennyivel. De nem megy. Ez a baj. Na menj, indulj meg. Nem vált fel, értitek? Ez ilyen nagyon furcsán működik. Jó, krumpit is kéne pörgetni, meg kéne dolgozni, mindenről dumál a képer, csak arról nem, amiről kellene, igaz? Ja, viszont ezt nézzétek, figyeljetek, tempomatot ráküldtem, 10 tempomat beállításom van, és nem megy gyorsabban. Úgyhogy ez egy nem valami jó konstrukció, valahogy az áttételezése, vagy valami nem stimmel, mert egyszerűen nem akar, nézzétek, 4, a másik az legalább ment 7-tel, érted? Igaz, hogy 7-et tudod menni, de... Na. Néha beveszi a sebességet, azt akkor megindul. 11-jel. Igen, 11-jel. A másik az legalább ment 7-tel. Úgyhogy lehet, hogy a pótkocsit azt ezzel fogjuk húzni, mert... Vagy azzal fogjuk húzni, mert... ugye ez rakottan, ez nem nagyon tudta elhúzni. Bár lehet, hogy az se fogja. Kíváncsi leszek rá. Viszont szerintem, hogyha egy krumplit ezt ki tudjuk pörgetni, akkor ott azért tudunk keresni egy kis pénzt. Meg amúgy van 500 pénzünk. Ja, tudom, egyébként a sajtokból van leginkább a pénzünk. Tudom. Bocs, rácok, de szerintem ez nem cheat, hozzátartozik a maphoz. Ez a traktor egyébként, ez nagyon, nagyon gyengús. Ahhoz képest, hogy 20 lóerő, valahogy az áttételezéssel nem a legjobb. Nézzétek üresen a pótkocsit, itt mit szenved vele. Kíváncsi vagyok, hogy a másik az hogy fog vele viselkedni. Nézzük! Baza, nagyon jól néz ki az a traktor, és ott pöförészik. Ott pöförészik, mert ugye nem állítottam le, mert nagyon sokáig tart elindítani. Egyébként a kövesedést kivettem, mert Magyarországon nem valami real az, hogy kövesedés, azt viszont leállítottam. Figyeljétek a hangját! Borzalmasan jó, iszonyatosan jó, gyerekek. Na, krumpi pörgetést kellene megvalósítani. Ezt ugye soronként tudjuk szerintem kipörgetni. Nézzük egy nyitás. Aha! És ugye a krumpli pörgetés az mindig úgy valósul meg, hogy oda dobatod, ahol már ki van pörgetve. Tehát nem oda dobatod, ahol majd utána pörgetsz, mert szétvered a krumplit. Nem tudom, látott-e valaki krumpli pörgetést élőben, hát ha nem is, most valószínűleg, hogy fog látni. Oké.
Szerintem jó lesz. Rá kéne jól benni a sorra. Kéne egy tempomatot lőni neki, van mondjuk egy 3-ra, és akkor induli van. Hello, az gyerekek, jó. Pörgetünk, egy kicsit jobbra kéne menni, mert szerintem a legszélső sort nem kapjuk. Jó lesz ez, srácok, jó lesz ez. Figyeljétek, ez így volt. Én konkrétan részt vettem ilyen krumpliszedésben, ami ugyanez a krumplipörgető volt. Kettőfajta krumplipörgetőt használtunk, az egyik az ilyen krumplipörgető volt, meg használtunk olyat, ami ilyen krumplikirázó volt, ami olyan volt, hogy így a... Hát ez egy más eredetésű volt, most ezt elmagyarázni eléggé nehéz lenne. Lehet, hogy sokan egyébként tudjátok, hogy pontosan hogy van. És úgy csináltuk a krumplipörgetést, úgy érdemes, kétféleképpen lehet, és most mi azt fogjuk csinálni, ahogy az egyik. Semmiképpen ugye visszafele nem lehet menni, mert hát akkor oda szórod, ahol majd pörgetni fogsz. Úgyhogy innen kipörgetjük a következő sort. Jó, egy kicsit. Ez a gép, gyerekek, ez nagyon fura. Nagyon fura. Nehéz eltalálni, hogy pont sorba legyél. Jó, egyébként jól működik. Ja, ilyen, hogy fa van. Oké. Okay. Fönforgásra, gyerekek. Meg is ugattuk a verdát ezerre. És egyébként teljesen így volt, hogy a szélső sort az kilőtte a izére. Kipörgette ugye a földre. Ugye ez egy teljesen mechanikus szerkezet, annyi, hogy a kerekek által van meghajtva ugye a krumplipörgető rész. Srácok, ez így működött. Sajnos ennél autentikusabbat nem találtam, viszont ezt mi így a 90-es évekig simán használtuk, de szerintem még mindig használják ezt a krumplipörgető megoldást. A nagyon jó ebben, hogy nem úgy kell kivágnod a krumplit kapával, hanem így kipörgeted, és akkor csak annyit kell csinálnod, hogy annyit kell csinálnod ugye, hogy összeszeded a krumplipörgető után. Az a traktora meg mara jó helyre állt, ami egyébként. Hát az el is állott szerintem. Ezt nem szabad megállítani, mert rettenetesen lassan indul el. Hát néha nem nagyon pörgeti ki, azt néha. Jó, ez is félreállok. Úgy gyerekek, ez olyan lassú tetű ez a gép, hogy az őrület. Lehet, hogy ezzel kellett volna krumplit pörgetnem. Azzal meg pótkocsiztam. Viszont ez egy csoda, ez gyönyörű ez. Meg olyan hangja van, nem is tudom, hogy ez a hang, ez hogy van digitalizálva, de nagyon el van találva. A gyerekek. Itt is egyébként nem valami jól van kipörgetve. Baromi, nézzétek, milyen lassan szedi át egyik irányba a másikba. Ez nem a legbarátibb. Ezek a gépek ugye nem a kezelhetőségről, meg az ergonómiáról voltak híresek. Oké. Okay. Következő sorot, ugye ezt figyeljetek, ezt soronként ugye kellett kipörgetni. De más nagyon nem tudtál csinálni. Erre a sorra kéne ráállni, csak nem olyan egyszerű, nem nagyon lát semmit a géptől. Jó, lehet, hogy egy kicsit... Jó termés van ezen a krumpli földön, gyerekek, nézzétek mennyi. Figyeljetek, hogyha véletlen nem török ki rendesen, akkor az ott rohad meg. A valóságban is marad benn krumpli. Tipikus, szoktak utána menni, azt az valamikor ilyen, hát ilyen szegényebbek, régebbi világban ugye szedték össze, meg főleg kombájn után is ugye a kukoricát, meg nem tudom, az még divat, hogy így kórészni így szoktak el emberek, nem tudom, ismeritek azt a kifejezést. A fater az izébe szokott kórészni, a gyerekek olyan lassan szedi át, nagyon-nagyon nehéz az irányítás ennek a gépnek. Faterom az izébe szokott kórészni, mielőtt le volt szedve a kukoricát. Ez durva volt, mert a TS földje
az a mi földünknek a végébe volt. És akkor leszakott pedig a mi kukoricásunkba, és akkor így átbújt a TSZ-be, és így 40 zsák kukoricát kiszokott hordani a mi kukoricásunkból, úgy, hogy még a mi kukoricákból még egy fej nem volt leszedve, mert tényleg úgy szoktad csinálni, hogy bement a mi kukoricánkba, így ráérő idejébe, végig ballagott, átment a TSZ-be, azt onnan hordta ki. Tényleg ilyen kicsi föld kukoricánk volt, emlékszek rá, aztán izé volt ilyen 50 zsák kukoricák szoktak lenni rajta, abból 10 volt a miénk. A TSZ-ből meg volt 40 zsák. Ja. Úgyhogy a fater az egy kicsit módosította a kórészásnak a tematikáját, megfordította. Még akkor leszette a felesleget, még mielőtt... Oda jövök. Ott a váltó lenn. Képzeljétek el, milyen kellemes lehetett, hogy a kormány mögött ott a váltó. Borzalom egyébként, borzalom. Ez a traktor, ez ergonomiailag, ez annyira érződik, hogy mekkora egy szívás volt. Ezt el tudjátok képzelni. Rendesen, még így is szemben az ember, hogy csak játszik vele. Nagyon durva, nagyon durva. Van szenvedés, rendesen. Krumpli pörgetés megy, ugye ilyenkor... ja, egyébként szerintem én már olyan krumpli pörgetővel után mentem, ami gardánnal működött. Mármint TLT meghajtással. Ugye a TLT-nek már ugye az az előnye volt, hogy ott nem a sebességtől függött a TLT-nek a fordulatszáma. Szóval ott azért már egy kicsit más. Más volt maga a mechanikája az egésznek. Ugye ezeknek az eszközöknek az volt, hogy az volt a probléma vele leginkább, hogy nem probléma, de hát ez így működött, hogy egy bizonyos sebességet kellett tartani, akkor volt a megfelelő fordulaton például a krumpli pörgető, tehát ez nem úgy működött, hogy te beállítottál egy fordulatszámot, és Isten áldjon, hanem figyelni kellett rá, hogy milyen sebességgel mész. Szépen kipörgetjük a sorokat, gyerekek. Hát látom egyébként, hogy valamikor azért elhagyja a keeper. Vannak ott a tövek, tök jó, hogy látszik viszont. Ja, hát ugye mindig oda kell pörgetni, ahol pörgetted az előzőt. Ezt így kell megoldanod. Ezt oda-vissza tudsz pörgetni, vagy pedig úgy tudsz, hogy mindig vissza kell menni a sör elejére. De egyébként ezek úgy szokott lenni, hogy... Most mi van ezzel? Azt hittem, hogy nem működik. Ja, azt akartam mondani, hogy ugye ez úgy működött, hogy volt egy traktor, krumpli pörgetés ment ezerrel, aztán utána ment egy öt ember, aztán szedte össze a krumplit. Ugye ennek az az előnye, tényleg nem kell semmit csinálnod, hanem fogod, vödrökbe szeded össze. Úgyhogy ez nem úgy működött, hogy itt egybe pörgettek, mit tudom én, pizmás a krumplit, hanem fogták, minden egyes sor után össze volt szedve. Ezt úgy képzeljétek el, nem tényleg ez úgy működött, sajnos most nincsen ember, aki összeszedje utána a krumplit, úgyhogy ki kell pörgetnünk az egészet. Ja, hát ez igen, így működött. Volt, amilyenem kipörgették, ment végig az MTZ, összekaptuk gyorsan, ment a következő sor, összekaptuk gyorsan, ment a következő sor, összekaptuk gyorsan, aztán ennyi volt. Tök jó megoldás, mivel ugye, hogy így pörgeti ki, ugye a földet is így elszórja, meg a krumplit is. Viszont ugye mivel a krumplik azok úgy nagyobbak is, meg talán nem tudom, nagyobb a fajsúlya magának a krumplinek, mint a földnek, és emiatt a krumpli az így fölőre került mindig a földnek. Ezt nem tudom, hogy ez valamilyen fizikai dolog miatt létezhet így, de hát ez így volt. Mindig az volt, hogy a krumpli úgy világított, és így ezt össze tudtad szedni. Nem kellett utána ott nagyon babirkálnod a kezeddel. Oké, srácok, jó. Oda szórjál, nincs semmi baj. Csapatom ki, ott elmaradt egy sor, kevés. Tehát jó van, majd a maximumhoz kipörgettetem még egyszer. Mit akartam még ezzel kapcsolatban mondani? Most eszembe jutott egy ilyen tipikus kifejezés,
Amikor szoktuk temetni a krumplit, ugye az úgy volt, amikor kézzel ültetés volt, potyogtattad, és akkor kapával kellett temetni. És akkor szokták mondani, emlékszem, fater szokta mondani, hogy annyira kell betemetni, mert mindig kérdeztem tőle ugye gyerekként, hogy hát mennyire kell betemetni, hát nem tudom, hogy mennyire kell betemetni, ugye hát az nem egy exakt dolog. Nem mondhatja azt, hogy 3 mm földre legyen rajt, vagy ilyesmi. Mindig azt mondta mondani a fater, emlékszek rá, hogy a déli harangszót ne hallja meg. Annyi föld legyen rajt, hogy a déli harangszót ne hallja meg. És ez ilyen, nem tudom, ez szerintem ez ilyen tipikus ilyen apáról fiúra szálló dolog lehetett, hogy az apja is azt mondta neki. És igazából, ha belegondolsz, akkor még abban is van egy ilyen kis igazság is, hogy ilyen is tudod képzelni, hogy akkor mennyire kell lesz neked betemetned. Bármennyire is nem exakt dolog az, nem, nincs megadva centivel vagy milliméterbe. Hogy el tudod képzelni, hogy húzol rá egy kis földet, hogy ne hallja meg a déli harangszót. Nem tudom, ezt máshol is valaki hallotta ezt a dumát, vagy pedig ez teljesen a paternak a szövege lehetett, vagy pedig a családjáé, vagy pedig ez így szélesebb körbe is ismert volt, ezt tényleg nem tudom. Majd írjátok meg, hogy valaki ezt hallotta-e már. Bár azt lehet, hogy itt Zalába azért így el terjedt. Jó, egyébként, hogyha van aki itt a közelben, akik Zalába, írja már meg, mert az nagyon érdekel. Vagy hogy hol laktok, merre, vagy nem tudom. Vagy milyen érdekes dolgok lehettek, mert így tök jó lenne beazonosítani az embereket, hogy ki merre lakik így. Persze nem kell meg, nem azért, mert ki akar lakrabolni, nehogy ilyenre gondolj, vagy bármi, hanem csak azért, hogy milyen tájad. Azért a mezőgazdaságban így az eléggé fontos tud lenni, főleg, mivel nagyon érdekes, hogy a Ferike szokta még mutogatni nekem, meg így többen is mondtátok, hogy kirovec, miért elterjedt felétek, és így szembesülnem kellett azzal, hogy Zalában egy büdös kirovec nem volt, és leginkább a kirovecek azokat így az alföldre rakták, a nálunk konkrétan egy büdös kirovecet én élőben nem láttam. Ez halál komoly, és nagyon érdekes, hogy például Ferike is, aki az alföldön lakik, mondta, hogy hát nálunk sok kirovec volt. Mondom, ember, én azt hittem, hogy az basszus nincs is Magyarországon. Mert nálunk igazából az MTZ meg a Rábán kívül nagyon sok minden nem is volt. Jó, srácok. Gyerekek, itt annyi krumpli lesz, ez az őrület. Most így belegondolok. Lehet, hogy kicsit meghúzom tempomat nélkül, hát ott pörögjön, nem? Csak egyébként ez az irányítás. Megnézzük, mennyit bír. Pörögjön. Pörgessük ki ezt a krumplit. Nézzük egy külső nézetet. Nézzétek meg, mennyire drasztikus váltás lesz külső nézet. Hoppá! Mennyire drasztikus, nem? Így megszokod a belső nézetet, és föl sem vagy készülve arra, hogy úristen, hát hogy fog kinézni ez így kívülről. Igen, ott is kihagytunk egy sor. Egyébként így viszont jobban lehet pozícionálni, látod? Ugye az a probléma, hogy belsőben azért így nem sok mindent látsz. Viszont azért jóval autentikusabb, de mondjuk ezt a gyönyörű modellt, ezt a gyönyörű traktor modellt, azt érdemes megnézni külső nézetbe is. Tényleg egy csoda, gyönyörű. Ezt párki csinálta, ez le a kalappal, ez tényleg egy gyönyörű modell. Nagyon szeretem, amikor egy ilyen, be a játékban így a modellek ilyen nagyon részletesen ki vannak dolgozva. Viszont érdekes, hogy ott miért nem pörgette ki, úgyhogy lehet, hogy itt még szenvednem kell egy-két kör. Látjátok, hogy itt nem tudom, hogy mi történt. Itt is például nincs kipörgedve egy sor. Miért nincs kipörgedve, gyerekek? Mi történt? Látod? Nem értem. Itt például, meg itt is mellette szerintem így van egy sor, itt jobb oldalt látod, ami nincs kipörgedve. De egy kicsit kellemetlen, hogy így össze fogjuk kiportni a... De nézd meg most is, látod, így végigment rajt, és nem pörgette ki, lehet, hogy ez valami hiba. Mert itt végigjöttünk, és ott az elején nem pörgette ki, úgyhogy az nem mi voltunk a ludasak, hanem egyszer nem pörgött ki. Jó, hát figyeljetek, ezt szerintem úgy fogom csinálni, hogy én nem fogok itt azon macilálni, hogy most nincs kipörögve. Ne az legyen, hogy most minden egyes tőt itt
kiszenvedjek. Tök rajt vagyok most a soron, most tök jól eltaláltuk. Viszont ott is például hiányzik, ott itt is, amikor visszafele ment, nem pörgette ki az elejét. Fura nagyon nekem ez. Tök jó, bírom ezt a traktort, nagyon tetszik. Nyilván a, nem kell összehasonlítani új traktorokhoz, meg a mit tudom, 60-as, meg 70-es, meg a 80-as évekbeli traktorokhoz képest, azért nem ugyanaz a dolog, de tényleg abba gondoljunk bele, hogy 100 évvel ezelőtt ez így borzalmasan. Hát látjátok, megint nem pörgeti ki azt a sort, látod? Így egyszer csak elkapja aztán, de egy jó darabig nem pörgeti ki. Úgyhogy ez benn fog maradni, vagy nem tudom, lehet, hogy ott nem tudom mi miatt. Ott a közepén ott nem tudom, hogy mit csinál ez az a föld, mitől van ez. Viszont ez szerintem rohadt sok krumpli, úgyhogy annak viszont örülünk, tök jó, lesz pénzünk. Mivel jönni fognak be az új eszközök, új gépek folyamatosan, eléggé gyorsan fejlődik a mezőgazdaság, így a 1930-as, 40-es években már megjelennek a gumikerekes traktorok. Tényleg tök jó példányok lesznek, és tök szépek, tök modernek. Sokkal gyorsabbak. Megjelenik ugye a hárompontos csatoló nem sokára. Ami ugye egy dolgot tudott ugye megoldani, leginkább a hárompontos csatoló. Hogy ugye onnantól kezdve nem csak vontatott, hanem függesztett eszközöket is ugye tudott hordozni a traktor. Függesztett vagy félig függesztett eszközöket. Meg ugye a nagy ugrás, a következő nagy ugrás ugye a TLT megjelenése volt. Ugye a teljesítmény leadó tengely. Hogy eszközöket tudjanak azzal is működtetni. Itt végig megyek még egyszer, mert itt látok egy ilyen nagyobb problémát. Látod? Itt végig megyünk, talán jók leszünk. És akkor kipörgettük. Ott középen nem tudom, hogy mi miatt. Ott olyan egy furán sikerült a dolog. Lehet, hogy az eszköz se tökéletes. Csomó dolog miatt lehet. Becsukjuk, gyerekek. Haza is visszük, mert krumpli pörgető, az mindig jó a gazdaságban. Ilyeneket teljesen fölösleges lenne eladni. Na srácok, jól van, oké, ez megvan. Viszont lehet, hogy ezzel fogom mondhatni a pótkocsit. Ha már itt ez az új traktor, akkor már legyen. Na, bírom ezt a traktor, tetszik, nagyon tetszik. Úgyhogy akkor azt csináljuk, hogy ezt befogunk itt. Kicsit félreállunk. Mekkora hatalmas nagy differenciálmű van itt, látjátok? Brutális. Én tudom képzelni, hogy mekkora fogas koszorú lehet benne. Jó, azt beviszem a krumpli pörgetőt, ezzel lehet, hogy ezzel kellett volna pörgetni egyébként. Mennyivel modernnek tűnik az a traktor, vagy nem tudom, olyan kicsit olyan fura. Fura érzésem van ezután, vagy azután ebben. Hát egyébként ez megindul, akkor jó, csak nagyon nehezen indul meg. Remélem, hogy az jobban fogja tudni vontatni a porkocsinkat. Hú, tetszik gyerekek az a traktor. Bírom ezeket, tök jó, hogy így végigmegyünk a mezőgazdaság fejlődésen. Nekem ez így valahogy nagyon bejön. Ja, tudom, a marhákat egy kicsit elhanyagolom, bocsánat értem. Ígérem, hogy fogjuk használni azt is. Ide be kellene raknom a krumpli pörgetőt mellé. Mi
Ez egy tökéletes. Tök jó helyen van, gyerekek, jó. Viszont azt itt is fogom hagyni, azt akkor kimegy, kigyalogolok. Várjátok, egy lapátot akkor már viszek. Hol a lapátom? Lapád vagy vödör. Ugye az a kettő lenne jó. A vödör azt hiszem, hogy nagyon kicsi kapacitású. Emiatt lehet, hogy a vödröt el fogom engedni most. Ide hallani a traktort. Ahogy ketyeg. Hát remélem nem csesztel nekem itt Remélem nem csesztel nekem a hangot, hogy túl hangos. De egyébként gyönyörű hangja van, csodálatos. Na nézzük ezt a krumplit. Jó, ez szerint... Opa. Ez szerintem nem lesz rossz. Ez jó hozam lesz, srácok. Halljátok, mi szerintem ezzel tök jót fogunk keresni. Kell a pénz, mert be fognak jönni az újabb traktorok. Kicsit bánom, hogy a Lancebuldogot nem tudtam megvenni. 28.000-be kerül. Nagyon nem akarom átirogatni így a modoknak az árát, ez egy kicsit túlzás persze. De hát jól van, ennyi baj legyen, srácok. Viszont ez rohadt sok lesz ez a krumpli. Rá kell, hogy ébredjek. Ez 206 liter. És egy kanál az szinte... Vagyis egy... Gyerekek, ezt a traktort meg kéne állítanom. Még ha meg... Jaj, de jó, egy kicsit komolyan mondom, hogy ennek milyen ordinálni nagy hangja van. Jó, hát ez bazza, ez rengeteg lesz. Figyelj, ez szerintem ennek minimum az 50-szerese, tehát akkor mi 200. 10-szerese ugye 2000. 10.000 liter, egy ilyen két pótkocsival lesz ebből. Na, akkor tele leszünk lóvéva a gyereknek. Ez a krumpli az jó, mert ugye ez elég könnyen megoldható. Kézi munkával is, tehát nem kell olyan sok minden hozzá, nem kell kombájn. Viszont mindenképpen a következőkben én szeretnék aratni. Szeretnék, hát mindenképp kéne, mert búza kellene. És akkor lehet, hogy tartanánk kicsi állatokat. És itt egy kis csirkét is, ugye baromfit is tudnék tartani. Ez hozzá tartozik szerintem megint a mezőgazdasághoz. Fejlődéséhez, hogy az állattartás az... Nekünk legalábbis így a... Pedig aztán nekünk egy ilyen nagyon pici udvarunk volt, ha emlékszem. De úgy körülbelül nagyon durva volt, tök nagyon kemény volt. A 70% az csirke, kacsa, lud volt, disznól. De mindig volt, még volt, amikor anya disznónk is volt, de mindig volt 2-3 disznó malac, az biztos, és akkor ugye az fölhízlalni. A maradék 30%-nak a 25% az volt ilyen paradicsom, paprika, hagyma, minden, ilyenek. A gyerekek, lehet nem kéne telet enni, nem? És a izé volt, és ilyen volt 5%, az meg a édesanyámnak a virágai. Komolyan, ez így épült fel. És így belegondolva, konkrétan nagyon kicsi volt az udvarunk. De minden hely ki volt használva, minden apró, mit tudom, kerítés mellett. Málnás, ribizli, középen hagyma, paradicsom, paprika. Akkor, hogyha a szélén, ahol még volt egy kis hely, akkor sóska. Nem hiszem, hogy tele kéne telem, mert nem fogjuk tudni elvinni bazza. Ha így értek el, az lesz. El kéne adni egy aragot, azt megnézni, hogy mégis milyen hozam van. Meg tudjuk látni, hogy kb. Mennyi. Gyerekek, megnézzük, jó? Ide lerakom a napátot, így. Ez körülbelül hányada? De ez körülbelül szerintem egy ilyen... Hát egy ilyen 8-ada. Na nézzük.
8-ra, és akkor ki tudjuk számolni. Ez amire megindul, addig meg megnézzük mi srácok ezt a az eladási dolgot, a dolgot, eladási dolgot. A burgonyát kiveszi meg. Ott 400 valamennyi. Megjelöljük. Nem merem telerakni, mert nem fogja tudni elhúzni. Hú, remélem, hogy ennek tényleg nincs olyan nagy hangja, hogy én nem haladszom, mert akkor így cseszhetem az egészet, srácok. Na. Arra kell menni. Hát az úton kéne menni. Teszek neki egy tempomatot. Tempomat 5-öt. És ezen van 3500 liter. Hát, ja, majdnem még tele is raktam. Gyerekek, rengeteg lesz ezen a földön. Hát ennek a nyomultszorosa... Jézus úristen. Ez ilyen 24.000, 25.000 liter biztos, hogy lesz. És akkor 25-ször 400. Azért olyan sok pénzük lesz. Ez tök jó lesz, gyerekek. Összeszedünk egy ilyen 10.000-et ebből. Lesz a következő eszközökre. Na nézzétek, hárommal megyünk fölfele. Még szerencse, hogy... Szerencse, hogy nem raktam. Ebben nem szabad rakni. Ezekkel a kicsi gépekkel nem tudom ezt elhúzni. Egyébként pótkocsit is fogunk cserélni majd, amikor bejönnek a gumikerekes traktorok. Vagyis legalábbis venni fogunk. Jó, megindultunk. Jó ez, tök jó. Oké, srácok, megyünk, eladjuk. Jó, tele leszünk lóval. Az durva, nézzétek, még a pedálok is, amikor vált a srác, csávó, mármint a sofőr, még azok is működnek. Most pont nem, de egyébként ott a kuplunk pedált nyomogatja, meg a váltó piszkálja. És nézzétek meg, hogy a váltó, az a idő előtt van, a kormány előtt, ott kell nézzétek, hogy milyen, hogy kell fognia. És a váltó, az így a kormány fölött nyúl át, és akkor ott van ott. Az üzemanyag tartály mögött. Ez brutális. Brutális. Jó. Kicsit följött. Mehetünk héttel. Indulj meg, na. Hova száguldunk, gyerekek. Száguldunk. Ó, nem kell messze vinni, nagyon jó. Hattal gyerekek. Nem bírja a gyűrődést az a traktor. Ja, egy kicsit emelkedő van. Ja, nem szabad ezt a portkocsit telerakni, azért ez ilyen 5500 vagy nem is tudom hány literes, azért ez kicsit erős neki. Ugye hát az 5 tonna krumpli körülbelül. Ilyen 4-5 tonna. Egy kicsit erős lenne. Ne! Haza. A hülye gyerek. Kettyegünk végig, szépen! Hát rettenetesen menő lehetett szerintem a srác, aki ezzel a traktorral rendelkezett. Mert biztos, hogy nem volt olcsó egy ilyen szerkezet abban az időben, 1922-ben srácok. Na nézzük. Oké, lecsapjuk az oldalát, és már pörög is a lóvé. Gyerekek, ezt a krumplit az összeset el fogjuk adni, és nem is tudom 1923-ba milyen új gépet esetleg be fogok vezetni a sorozatba. Hát csak egy picit helyállítom ezt. Ja, így nem akar üríteni. Ja, fú, várjál, így nem akart üríteni. Maradt 58 liter. Oké, srácok. 2000 pénzünk van, tök jó állunk, a maradék krumplit is eladjuk, és jönnek a következő évek, és új gépek, és új technológiák. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, remélem tetszett a videó, ne haragudjatok, hogy sokat beszéltem az elején. Írjatok nyugodtan, hogy milyen irányba menjen a sorozat, már mint így stílusba, hogy nem egy gond, hogyha sokat beszélek, mert hogyha igen, akkor esetleg változtatok valamennyit rajt, vagy tényleg mit szeretnétek, hogyan legyen. Ez nagyon fontos számomra.
Jók legyetek, sziasztok!